Rákóczi szabadságharc kezdetének évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak Tiszabezdéden a helyi önkormányzat és a kisvárdai kuruc hagyományőrök szervezésében 2022. június 16-án. Elhangzott, hogy köszönjük meg a mindenhatónak, hogy bennünket magyaroknak teremtett, és azt is, hogy a viharos századok során se törölt ki a nemzetek sorából. Pedig tele vagyunk bűnnel, szeretetlenséggel, önzéssel, gyűlölséggel, pártoskodással. Kérjük Isten bocsánatát. Tárja ki előttünk a jövendő kapuját. Dicsőítsük az Isten testünkben és lelkünkben, hajtsunk fejet őseink, Isten, ember és a szabadság szeretete előtt. A Teremtő Istené vagyunk. Életünk tulajdonosa az Isten. Ő a mindennapi terheink hordozásához erőt, kitartást és reménységet ajándékoz. A törökök kiűzése után a 17. század végén sokkal nehezebb iga került a magyar nép nyakába, mint azelőtt, amikor a török volt itt, a hódoltság idején. 1702-ben az udvari kamara terveiben az szerepelt, hogy nem csak a végvárakat, hanem az ország belsejében lévő kurucvárakat is le kell bontani és le kell rombolni. A szabadság vágyának heve nem csak Magyarországon csúcsosodott ki, hanem a Páciumban és Erdélyben is. Rákóczi a börtönből Lengyelországba menekült, ott keresték fel az első követek. Bemutatták azt a levelet, amelyben a tiszaháti felkelők arra kérték, hogy a gróf úr, mert az is volt Rákóczi, vállalja el a magyar szabadságharc vezetését. Aztán a követek jöttek, mentek egymás után, de amikor megjelent a talpai Esze Tamás az ő kis követségével, Rákóczi Ferenccel együtt eldöntik, hogy megkezdik a szabadságharcot. Esze Tamás 1703 pünkösdjén előveszi Rákóczi kiáltványát, amelyben Rákóczi minden igaz magyart felszólított arra, hogy fogjon fegyvert a kegyetlenkedő osztrák uralom ellen. Esze Tamás kibontotta Rákóczi zászlaját. Rákóczi tudta azt, amit Mátyás király, hogy a néppel egységes közösséget kell létrehozni, mert az létszükséglet. Elmondta, hogy nem hagyja el a melléje állt népet. Most ünnepeljék a határon való átkelését. Rákóczi Ferenc a semmiből országot hozott létre. Adja az Úristen, hogy Rákóczi rendíthetetlen reménységével és imádságos szeretetével kövessük mi is őt. Fogjunk össze országon belüli és országon kívüli magyarok, és tartsunk örökké együtt. Amíg élünk, harcoljunk a nemzet szabadságáért és az ország függetlenségéért. Rafi bácsi ugyanide a gondolt méltó helyre került. Hát úgy gondolom méltó helyre került. Ezért a szabadságharc 319. évfordulói alkalmából hagyományőrök emlékezünk a szabadságharc kezdetére június 16. Vivát! 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 Köszönöm.
legyél nagymama. Van ott egyébként, itt van a hátul mögött, csak az nem volt.